Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, jönnek kis 2018 Warframe változásai. Egy meglepetés livestreamet tartottak a D-től, Megan és Rebecca Facebookon keresztül, és rengeteg változásról beszéltek Warframe-ekkel kapcsolatban, de úgy általánosan sűrűbe véve 2018-ban sok minden várható a D-től, hogyha nem lesz delay belőle, és elég jó évnek nézünk elébe, valami olyasminek nézünk elébe, amire én mindig is szerettem volna, hogy a Warframe legyen, mert úgy éreztem, hogy az elmúlt egy-két évben arról szólt a Warframe, hogy új Warframe-eket, toljon ki új Warframe-eket, minél több új Warframe-eket, minél több új fegyvert, hagyd legyen XP, farm, stb. De úgy érzem, hogy most, a mostani évben inkább contentet kapunk, illetve Warframe-eket fognak változtatni egy kicsit más irányba, másképp hozták el a képességeket, és azt hiszem, hogy ez az, ami igazán jót fog tenni a játéknak, plusz nem beszélve ugye a Damage 2.0-ról is. Nos, minden egy ilyen új dolgot fog behozni a Warframe-be. A klánunkban volt egy nagyon rendes srác, Bálint név szerint, köszönöm szépen, hogy összefoglaltad a streamet, és kiraktad a Facebook csoportunkba, egy kiváló összefoglaló volt, írtam és neki, hogy egy kicsit lopni fogom az anyagot, mert nagyon jó jegyzeteket készített, úgyhogy köszönöm szépen. És olvastam a kommenteket, amit írtatok nálunk legalábbis a klánba ezen változások alá, ami a Warframe-eket illeti, mert ugye jó pár Warframe-et, illetve változása es, ember, Atlas, Zephyr, Banshee, Chroma, Gara meg volt, ezeken mind fogja érni változás, és olvastam a kommenteket, valahogy mi magyarok nem szeretjük a változást, a jó megszokott, jó begyöpösödett mentalitásunk van, néhány dolog felé, nem szeretjük a változást, és azt hiszem, ami most változások jönnek, és ahogy visszatekintek a Warframe karrieremre, egyes változások szükség volt ahhoz, hogy a játékot újnak, felfrissültnek és másnak érezd. Még akkor is, hogy egyes Warframe-eket végül nerf érte, legalábbis a régi megoldáshoz képest az új változás, egy nerfként fogtuk fel a Warframe-eket, de ez a változás szükség van ahhoz, hogy a játék változatosságát fent lehessen tartani. Na, de tovább nem is húzom, akkor beszélgessünk egy kicsit a Warframe-ekről magukról. Az első ilyen karakter, akiről fogunk beszélni, az az Ash lesz. Nos, igen, ő mondhatni, hogy a Warframe egyes számú ninjája, és végre fog kapni egy olyan változtatást újra, ami így berakhatja a játékosok szeme elé. Valahol úgy érzem, hogy annak, amikor meghozták neki ezt a nerfet, mert sajnos annak nevezném én legalábbis, hogy egy nerf, akkor több mint valószínű, hogy azért volt, mert egy nagyon túl használt karakter volt nagyon-nagyon sokfajta küldetésen, ami csak annyit jelent, hogy egy nagyon praktikus, egyszerű és gyors küldetésekre lehetett vinni mindent, ledarálta maga útjába, és kint is voltál, és egy ilyen túl használt karakter lett, emiatt gondolom, hogy szükséges volt az a nagy nerf, ami jelenleg van az Ashnek. Viszont annyira jól sikerült ez a változtatás annó, hogy teljesen ki is került a játékosok fókusza elől, mert már nem az a régi karakter volt, ami volt. Na de most, kérem szépen, egy olyan változást kapt, ami újra visszahozza Ash-t a nagyon jól játszható karakterek közé, legalábbis úgy tudom, miközben megtartja az egyediségét, és sokkal változatosabbá teszi Est, mint játékot, és nem csak ultiról szól, bár mert annak ellenére, hogy nerfölték az Est, megváltoztatták az ultiját, még mindig arról szólt, hogy Est ultizik igazából. Szóval most egy kicsit tényleg átalakult a szerep. Úgyhogy a Bladestorm, vagyis az ultia fog átalakulni az Estnek, ami annyit fog tenni, hogyha beaktiválod a Bladestormot, ugyanúgy ki kell jelölnöd az enemiket, de amikor újra elnyomod a 4-est, már nem fog rájuk ugrálni Est, hanem a klónjai végzik el helyette a kivégzés, miközben te Est-sel szabadon mozoghatsz, és nyomhatod le őket a fenében. Na most ezt pár kérdés föl fog etni, mondjuk Arcane Trickery, hogy fog-e működni, de nincs pánik, mert aki szerette a régi fajta S-ultit, akkor az utána teleportálhat a klónjainak, és végezheti ugyanúgy a régi ultiával a dolgokat, így viszont az Arcane Trickery gondja megoldódik. Nos, srácok, ez lenne S-nek az update-je.
Én várom, ez egy jó update esnek, szeretem ezt a karaktert és sajnáltam, amit csináltak vele, de így most egy tök jó változatos és fasz a karakterre fogják betenni olyan, ami jól beilleszkedik a fan karakterek közé. A következő ilyen karakter, és valljuk be őszintén, már várható volt, hogy változás lesz rajta, mivel az ember is egy ilyen túlhasznált karakter lett egy kicsit, mert nagyon praktikus, és nagyon kényelmes, és nagyon sok küldetésen tökéletesen megfelel, hogy gyorsan, effektíven végezzük el a dolgot, és kibejárjunk a küldetésekre. Szóval úgy általánosan egy favorit karakter, és über drága megvásárolni, de hamarosan nyílik a Prime Volt, és jön az Ember Prime vissza, lehet farmolni. Szóval, az ultián változtatnak egy elég érdekes módon, most ezt szó szerint fogom felolvasni, hogy a Bálint kirakta a Facebookra, és megpróbáljuk megemészteni, amit leírtunk. 5 másodperccel az aktiválása után, az ulti aktiválása után egy számláló fog megjelenni a képesség fölött, ami 0-tól 100%-ig fog emelkedni, 10 másodpercen át. A képesség dupla annyi energiát fog ekkor igényelni, valamint a sebzése is megkétszereződik, a hatósugara azonban lecsökken a felére. Na most ez azt hiszem az embert felemeli a változatosság szekerére, mondjuk úgy. Kérdés, hogy az a hatósugár fele az mit fog jelenteni, és mennyire lesz nagy távolság. Kérdés az, hogy az augment módjai mennyire fognak ide jól beilleszkedni. Kérdés az, hogy megtarthatjuk-e valamilyen formában a régi ember ultit, és sokan erre panaszkodtak a legtöbben, hogy az embert tönkreteszik, viszont ennek is örültek egy páron, hogy az embert változatosabbá teszi. Akkor most mind a két oldalra pártot fognék mind a két oldalnak, valóban már változatosabbá fogja tenni, és egy kicsit, hogy is mondjam, még esedékenyebbé, mint ahogy jelenleg van egy olyan érzésem, de nagyban átalakítja majd a modolásokat, amit emberre eddig kitaláltunk, és azt kell mondjam, hogy a régi, ami a régi modolást, illetve hogy megtarthatjuk, van ilyen modol a régi modolást, úgy gondolom, hogy max range-el, tehát 250-es vagy 235-ös range-el, még akkor is, ha a felőre csökken az ultia, elérhetünk egy ilyen 150%-os range-et, tehát mondjuk ha a felére csökken az ultia, akkor mit tudom én, 250%-nak ugye a fele, akkor ott lesz 125%, és az még mindig egy olyan range az embernek, ami ilyen exterminate mission-ökön, vagy netán egy augment móddal bepárosítva még mindig elérhetjük az embert, hogy egy ilyen kis kényelmes karakter legyen. A probléma az ott van, hogy több mint valószínű a több energia elhasználásnál ott problémák lesznek. Tehát jó, van neki 600 energia egy prime flow-val, de valószínűleg nekem van egy érzésem, hogy ismerem a díjét, az az energia használat az elég durva lesz, és nem fogjuk folyamatosan egy órán keresztül fent tudni tartani az ultim, mint ahogy tudtuk, max egy olyan 5-6 percig, nekem egy ilyen érzésem van. Tehát max egy 5-6 percig fog működni igazából az ember ultia, és tehát tényleg gazdálkodni kell majd az energiával. Meglátjuk, ez egy meglátjuk változás, majd ha használatba kerül és új modolások megszületnek, akkor fogjuk meglátni, hogy mi fog történni vele. A következő ilyen karakter, és végre hozzányúlnak az Atlashoz. Tetszik ez a karakter, tetszik a koncepció, csak valahogy úgy éreztem, hogy sosem volt igazán helye a küldetésekben. Mindenre lehetett használni, és mégis semmire. Minden játékba el lehetett volna vinni, de mégis volt jobb, akit kellett volna vinni, mert jobban illeszkedett a csapatba. És végre hozzáérnek, és lehet vele faszán játszani, és nos, de mik lesznek a változásai? Az egyik ilyen a Rubble, tehát a 3-as képessége a 2-es képességével fog egy kicsit kombinálni, és az ultia is egy bizonyos formában változni fog. Nos, vegyük sorba, az 1-es az megmarad, az mindig fasza volt, és jól néz ki, és mindig jó érzés felpofozni zenemiket.
A kettes képesség ugyanúgy egy fal, és utána egy ilyen görgethető kő marad, viszont, hogyha a hármas képességet bekapcsoljuk, és ezen a kettes képességen keresztül sütjük meg az enemit, és utána neki engedjük ezt a maradék enemének, kb. Egy ilyen núkot borítasz neki, mert felbusztolja az egyik a másikat, tehát a hármas felbusztolja a kettest, és nagyobb robbanást tudsz vele elérni. Az ultija egy olyan szempontból változik, hogyha például beugrasz egy csoport enemi közé, és ott ultizol el, aki a környékeden lesz, mindenki kövé dermed, és konkrétan ezek a kövek visszaállítják az életerődet, ideiglenesen növelik meg a páncélodat, hogyha az életed éppen maxon van. Ez kurva jó. Végre. Tehát erre nem tudok más mondani. Végre, végre. Játszhatok az atlasszal egy élvezetes módon, és nem csak küzdeni vele. Tehát hanem egy élvezetes módon fogunk tudni játszani az atlasszal, és tényleg nem az lesz, hogy egy küzdelem, hogy az életben maradás, és hogy minél gyorsabban és minél jobb ütemre nyom meg az egyes, nehogy lesebezzék az életedet, vagy. Ja, és még egy bónusz, a hármassal most már nem csak sétálni tudsz, hanem szabadon mozogni a hármas képességével, ami egyszerűen felemelő érzés lesz. Végre ezt elérni, és ennek nagyon örülök. Szerettem úgy, mindig karaktert szerettem, és az Atlaszt is szeretem a szempontból, csak pont amiatt, hogy amilyen képességei voltak, úgy éreztem, hogy nem nagyon van helye az egyik csapatban sem, akivel el lehet menni küldetésekre. A következő karakter az a Zephyr lenne. Minden bizonnyal közeledik a Zephyrnek a Prime változata, és egy olyan karakterről beszélünk, ami kb. Az 1% használja talán a Warframe-ben, vagy meg talán annyi se, vagyis mi az a Zephyr, inkább így mondhatnám. Na de végre változtatnak rajta valamit. Nem érzem úgy, hogy ez egy nyélbeütött üzlet lenne a Zephyrnek, hogy őszinte legyek, és hogyha kijön a Prime változata, ez nem fog segíteni az eladásokon, ez a változás. Egy kicsit jobb lesz, tény és valahogy egy kicsit jobb lesz, de nem az igazi valahol. Ami fog történni, hogy az egyes és kettes képessége egybe lesz olvasztva, tulajdonképpen egér irányítással érhetjük el a különböző mozdulatokat, tehát mondjuk, hogyha felugrunk a magasba, akkor ha lenézünk, akkor megtörténik a kettes képesség. Hogyha mit tudom, abban fölfelé nézünk, vagy előre nézünk, akkor az egyes képesség fog aktiválódni, de a kettő egybe lesz rakva. Tehát az egyes, kettes mostantól a egyes képesség lesz. A következő dolog az pedig a ultiára vonatkozik. Most már az ultia konkrétan rácélozhatsz vele enemikre, azt kell mondani, és tehát oda fog spawnolni konkrétan, ahova célzol, és az ellenfelek felét fogod tudni mozgatni a tornádókat, legalábbis azt, amik a legközelebb van feléd, az ellenfél felé fogod tudni mozgatni. Sokkal nagyobb elementás sebzés rakhatsz bele most a tornádókba, szóval ez is egy tök jó dolog. Hosszabban és jobban tartják magukba az enemiket a tornádók, hogy őszinte legyek, tehát jó is ez a változás, meg mindenképp jót tesz az Zephyrnek, de úgy gondolom, hogy semmi átütő és áttörő nincs benne. Az egyes-kettes képességet, ami úgy, ahogy van, tehát fog kapni majd egy új képességet, az a neve, hogy Airburst, tehát ami a Dive Bombot, tehát a kettes képességet helyettesíti, egy Earthburst nevét, egy lövedéket lő ki egy Zephyr, ami érintkezéskor felrobban és visszalöki az ellenfeleket. Ha a tornádóba lőjük, vagyis az ultiába, akkor azok megnövekednek, és az ultia nagyobb lesz. Ez véleményem. Tehát így, mi a franc? Tehát jó is, meg nem is. Tehát Zephyr egyetlen igazi és hasznos képesség ez a hármas volt, az se a legjobb. Zephyr az egyike az első 8 karakternek, ami ebbe a játékba volt, és amikor megjelent, egy nagyon-nagyon erős karakter volt, tank karakter volt, jó szóló karakter volt, és fun volt a tornádó meg minden különleges, és egy jó koncepciója van a Warframe-nek. Viszont
idő elteltével jöttek ki más Warframe-ek, jobbá váltak, mint a Zephyr minden téren, és ez a változtatás bár pozitív a Zephyrnek, de nem teszi használhatóbbá a Zephyrt még így sem, legalábbis én így gondolom. A következő karakter az a Banshee, és ez egy kétélű penge lesz. Sokan fogják szeretni, és azt hiszem sokan fogják nem szeretni. Viszont egy változás, ami a Banshee-nek a koncepcióját nem teszi tönkre, legalábbis úgy gondolom, és sokkal több szabadságot fog adni a karakterrel. De azért valljuk be, és az ultiát érinti ugye a dolog, és valljunk be őszintén, a Banshee-nek az ultia hihetetlenül praktikus és kényelmes, mert tudsz netezni, miközben ledarálod a pályát, vagy éppen feltartod a pályát, de egyben unalmas is, mert hogy semmit nem csinálsz, csak állsz egy helybe, és fogod a földet, és imádkozol, miközben a társai trollkodnak a hátad mögött, mert hogy jaj, de jó a Banshee-t segbe nyomni, vagy mi a franc. Na de ez most megszűnik, megváltozik, úgyhogy... Az ultia ezen túl egy hanghullámot fog lehelyezni, ami nem fog folyamatos energiát felhasználni, tehát akkor több mint valószínű egy idő alapú lesz. De a lényeg az, hogy ledobsz egy ilyen hanghullámot, amitől Banshee folyamatosan fog tudni szabadon mozogni, tehát már nem kell egy helybe lenni ulti közbe, és ez a hanghullám sebezni fogja az enemit, és ahogy egyre jobban haladnak az enemik a közepe felé, a középpontja felé, annál több sebzést fog okozni. Hogy mit jelent az annál több sebzés, hogy ez egy skálázódó sebzése lesz-e, mint a Octavia 1-es képessége, tehát így kb. Nekem ilyen feelingjeim vannak tőle, vagy hogy csak egy nagyobb sebzés, de egy meghatározott összegben, amit erőmódokkal erősítesz, mondjuk mit tudom én, sebez 1000-et a középpontjában, az ulti középpontjában sebez 1000-et a Banshee, és erőmódokkal felerősítheted, hogy mondjuk 2000-es sebezzen. Ez majd elválik, de a lényeg benne az, hogy szabadon mozoghat a Banshee, ami egy jó dolog. A jó dolog még benne az, hogy az ulti a dupla akkora méretű lesz, mint jelenleg. Ez egy még jobb dolog, tehát mert hogyha mondjuk max range-es Banshee-t csinálsz, amire lehet, hogy elérnek az enemik az egésznek a központjába, vagy hozzád, addigra az is lehet, hogy annyira ledarálódik az életük, hogy nem lesz, tehát hogy így felér a régi ultival egy kicsit, hogy mondjuk így. Ezáltal az augment módja, ugye, ami az ultiára hat, megesett, hogy értelmét veszti a Banshee-nek, úgyhogy meglátjuk, egy kétélű penge lesz, kíváncsi vagyok, hogy őszinte lelki, és van egy olyan érzésem, hogy a Savage Banshee, mint kifejezés, újra életben lesz, és rengeteg modolás fog a köré koncentrálódni, hogy Savage Banshee-t modoljunk. A következő ilyen karakter, az egy ilyen nagy kedvenc, azt hiszem a Warframe-eseknél, főleg a szóló játékosoknál, és az a Chroma, és nagyon jó változásokat kap, és az egyik, ami a leglényegesebb változás, nem is változás, hanem végre kijavítás, és az a Vex Armort érinti, a hármas képesség, végre megfelelően fog skálázódni a képesség, Overshield-et figyelembe veszi, a képességek kombinációja skálázódni fog, szóval elképesztő damage-et fogsz tudni kinyomni. Még mindig a Chromával, sőt többet, mint eddig, mondhatni úgy, tehát most ezzel, hogy a Vex Armor ki lesz javítva. De a következő nagyon jó dolog, és ami úgy érzem, hogy mindig is változásra volt ítéltetve, az pedig a Spectre Scream, tehát az első képessége a Chromának. Szabadon fogsz tudni mozogni az egyes képesség közben, és a Vex Armor fel fogja erősíteni. Tehát ha be van kapcsolva a Vex Armor, miközben az egyes képességedet használod, fel fogja erősíteni az egyes képességet. Tök jó. A Chroma eddig is OP volt, eddig is élvezett volt játszani, egy tök jó karakter, ezzel csak jobbá és kifinomultabbá válik. Azt kell mondjam a karakter, úgyhogy ez egy jól fogadott változás, azt hiszem mindenképpen a Chroma esetében. A következő karakter az a Gara lenne, a kis hányottatos sorsú mostanában.
kijött ez a karakter, nekem egy ilyen kis személyes kedvencé vált, mondhatni így, az újonnan kijött karakterek és változásokat tekintve, amik voltak a Warframe-ben. Fantasztikus volt az ultia, aztán természetesen, ahogy a... Régen azóta divat a Warframe-be, hogy kijött Warframe nagyon gyengén, aztán felbuffolták, és kurva erős lett, aztán megint nörfölték, mert hogy túl erős lett. Mostában az a divat a Warframe, hogy kihoznak egy Warframe-et, über erős, aztán lenörfölik a rágba, és úgy hagyják. Ez történt a Garával is, kijött, és szerintem tök erős volt, az ultia egyszerűen fantasztikus volt, és aztán kapott egy nörföt, és az ultiának életereje lett, ugyebár. Tehát olyan, mint a Frostnak a gömbje tulajdonképpen. Nos, most annyi érintés lesz az ultiában, hogy az üvegfal élete, a fal által áthatott ellenségek élete és a pajzsa által fog arányosan növekedni. Tehát van egy olyan érzésem, hogy minél több ellenfél megy át rajta, annál erősebb lesz természetesen, és hogyha a pajzsa által fog arányosan növekedni, megeshet, hogy erőmodok és vagy steel fiber, tehát armor modok fogják erősíteni továbbá a kőfalat, vagyis bocsánat, ezt az üvegfalat, de ez még mindig egy jó képesség, és a Gara még mindig egy jó karakter, és ez a változtatás az ultiára vissza fogja hozni kicsit használtabb karakterek kategóriájába, legalábbis én így gondolom, mert sokat játszottam vele, amikor megjelent, de amint lenörfölték, le is raktam a francba, mert már nem éreztem úgy, hogy igazán élvezném bele a játékot. A következő karakter, aki változni fog megint, az a Meg lesz, és őszintén örülök neki, egy alapkarakter volt régen szinte minden játékban. Azt kell mondjam, hatalmas nerf, senki nem használja már, de egy kicsit azért vissza kéne tényleg hozni az embereknek a figyelmébe ezt a karaktert, és végre változni fog a 3-as és az ultia is, és egy kicsit van egy érzés, hogy visszajön a régi 3-os képesség. Ezt videóban sajnos nem láttam, hogy néz ki, ezért inkább megpróbálom elképzelni. Tehát az ellenségeknek okozott sebzés mértékében fog emelkedni, tehát a 3-as képességnek az ereje, tehát valami olyasmi lesz. Egy kicsit olyan, mint hogyha visszajönne a régi képesség, amikor ilyen bolygópusztító volt a Meg. Nem teljesen, de meglátjuk, hogy hogy alakul. Mindenképp jobb, mint ami most van. Azt kell, hogy mondjam. Erősebbnek kell a Megnek egy olyan képesség, ami egy kicsit erősebbé teszi, miközben megtartja a mozgékonyságát, mondhatni így. Az ultia az annyi lesz, hogy a képesség használata során meg pajzsa vissza fog töltődni, kérem szépen, egy hatókörön belül a csapattársak pajzsát is visszaállítja, és a képesség által érintett ellenségek mértékében. Ez kurva jó, azt kell mondjam. Gondoljatok végig, hogy egy Survivor-on vagy, kurva sok ellenség van, és bent van mondjuk egy Meg és egy Chroma, szóval a Meg valahol egy kicsit hátrébb meghúzódva, mondjuk egy Necrosszal, és nem tudom, Trinity most mondtam valamit, és ott egy Chroma a negyediknek. A Chroma kinyár, darálja az enemiket, a Meg dibuffol és az ultival folyamatosan tölti vissza a Chromának a shieldjét, hát remélhetőleg, hogy legalábbis attól függ, hogy mekkora lesz az a táv, de visszatölti a Chromának a shieldjét, ezáltal a Chroma csak erősebb és erősebb lesz. Egy érdekes koncepció lenne, hogy őszintén, és visszarakná a Meget a csapatba, mondhatni így, a csapatba. Remélem, hogy így lesz. És hashtag kérjük vissza a gameget, tehát ezt még hozzá kell tenni. Nos, ő lenne a Meg. A következő karakter megint az a Volt lesz, akit változás fog érinteni. Úgy gondolom, hogy a Volt, amióta az első változtatások lettek rajta, csak egy pozitív úton megy fölfelé. Viszont azon gondolkodom sokszor, hogy miért erőltetik Voltot ennyire. Valami be fog jönni valamikor a játékból, a Volt egy nagyobb szerepet fog kapni egyes küldetéseken, de úgy nagyon erőltetik, hogy jobbá tegyék, mert minden változtatás, ami jelenleg részt vesz a Volt életében, ezt jól megfogalmaztam,
azok pozitívumként érintik ezt a karaktert, és egyre-egyre jobbá teszik, és ez a változás jelen pillanatban az ultiát fogja megint csak érinteni, ugye. Kiszedik a sebzés maximalizálást, megnövelik a sebzés nagyságát, az alapsebzés nagyságát 1200-ra, 750-ről, és ugye most, hogyha elultizol a volttal, akkor az enemék így elkezdenek, mint olyan áram alatt lesznek, tehát teljesen el lesznek kábítva. Annyi változás történik, hogy minél távolabb az az enemi, annál kevésbé fogja befolyásolni ez a kábítás. Természetesen, ahogy kell, azt valószínűleg erőmódok és területi módok fogják erősíteni, vagy gyengíteni ezt a karaktert. Nem nagy változás, egy kicsit, de sokkal jobb, és a voltot erősebbé teszi, tehát hogy frankon erősebbé teszi. Nos, srácok, ezek lettek volna a változások, ezek lesznek a változások a Warframe-ekbe. Természetesen azért várhatóak új single player kampányféleség fog jönni, ugye az apostaszira valószínűleg fogunk kapni, nem valószínűleg fogunk kapni egy kisebb kampány, kijátszható kampányt, jön új karakter, és sok minden jön 2018-ban, ami jól fogja érinteni a Warframe-et, és remélhetőleg nem csak arról fog szólni, hogy nyomjon ki új fegyvereket, új Warframe-eket, új dolgok, új dolgok, minél többet farmoljanak a játékos, hanem úgy olyan mértékben is úgy változtatják ezt a játékot, hogy újabb kihívások elé állítson minket, mert csak farmolni, elmenni játszani, az nem túl fán, de amíg van kihívás a játékba, akkor azáltal a farmolás is élvezhetővé válik. Srácok, remélem tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha igen. Használjátok a Discord szerverünket, link a leírásban, a videó leírásában. Várunk titeket ott is szeretettel. Necro Army fogad titeket, ha be akartok lépni a klánba, jelentkezni lehet, link a leírásban, szintén a videónak. Facebookon megtaláltok, hogyha kérdésétek vagytok Necrocrim név alatt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!